11. alkalommal mutatta be kutatási eredményeit és ismerte el a kimagasló munkát végző kutatóit a Szent Ágotai János Kutatóközpont, ami fennállása óta elkötelezett a tudomány legmagasabb szintű művelése mellett. Egyfelől visszatekintünk az elért eredményekre, másfelől kitűzzük a jövőbeli célokat. Az egyetem megfogalmazta stratégiai tervét, ezt kiegészítve a kutatóközpont is elkészített egy tudományos stratégiát, ebben fogalmaztuk meg a céljainkat. Az egyik legfontosabb cél a közeljövőben egy krioelektromikroszkópia kompetencia központ kialakítása, amely itt fog helyet kapni. Szeretnénk bevezetni egy minőségirányítási rendszert, és folyamatosan fokozzuk az aktivitásunkat, innovációs aktivitásunkat, tudományos publikációs aktivitásunkat, pályázati aktivitásunkat. Az eseményen Szent Ágotai díjban részesült kutató munkája elismeréseként dr. Szekeres Júlia professzor emerita, a Szent Ágotai János Kutatóközpont reproduktív és tumorimmunológiai kutatócsoport vezetője, és junior Szent Ágotai díjat vehetett át szakmai munkája elismeréseként Krizsán Gergő, a Szent Ágotai János Kutatóközpont nagyintenzitású teraherces kutatócsoport munkatársa. Az én tématerületem a teraherces hullámok előállítása. Teraherces hullámokkal lehet részecskéket gyorsítani, elektronokat és remélhetőleg protonokat is tudunk majd gyorsítani hatékonyan. A proton az ugye az elektronhoz viszonyítva egy sokkal nehezebb részecske. Attól függően, hogy mekkora energiára gyorsítjuk föl, különböző anyagoknál, akár ez a szervezetünk is lehet, különböző behatolási mélysége van. Így például, hogyha van egy rákos daganat valahol a szervezeten belül, ami esetleg még nem is műthető, mert nem hozzáférhető, akkor úgy lehet a rákos sejtet ennek a hadronterápiának a segítségével szétrombolni szervezeten belül, hogy a körülötte lévő sejtek azok nincsenek veszélyeztetve, nem pusztulnak. A károsodás az kifejezetten a rákos sejtet érinti majd.